Sziasztok! Újabb homi percek extra. Ebben pedig áttérünk a virtual device-okra, azaz a virtuális eszközökre. Hogy nagyon röviden elmondjam, hogy mi egy virtuális eszköz, lényegében egy nem létező, egy fizikailag nem létező eszköz, az a okos otthonok világában a virtual device. Miért van ilyenekre szükségünk? Nagyon egyszerű, például szeretnénk egy módozatot, mondjuk mozi módot. Ez a mozi mód kapcsolóra lesz szükségünk, be ki funkciója van, tehát be, meg ki tud kapcsolódni lényegében, és ez az az állapot, ez vissza is olvastatható ugye a központból, mert olvashatható, hogy ez most éppen ki van-e, vagy be van kapcsolva, és így rengeteg automatizmusra van mód, például, hogy bizonyos világítási módok ne lépjenek életbe, mert a mozi mód be van kapcsolva, és maga ez a kapcsoló, ami fizikailag nem létezik csak a rendszerbe, ez egy virtuális kapcsoló szinte mindenféle okos otthon eszközből lehet virtuális device-t is telepíteni a homira. Ilyenek lehetnek például nem csak kapcsolók, hanem akár csak nyomógombok, lehetnek euh, garázskapuk, lehetnek riasztók, lehet sok-sok minden, és látjátok például egy virtuális riasztó központot, amennyiben beemelünk, utána abból tudunk fabrikálni riasztót a szenzorainkból, a nyitásérzékelőinkből, flókból lényegében funkcionálni fog, és azt a riasztó funkciót, azaz azt a riasztó eszközt, azt a virtuális riasztót, azt át lehet adni például a homekit és a homekit is megjelenik, mint riasztó. Tehát röviden ezek a virtual device -ok. viszont virtual device appból, vagy virtual, device integráló appokból háromféle is van, amit érdemes bemutatni. Az első adásban a legegyszerűbben fogunk kezdeni, ezt úgy hívják, hogy V-termó. A V-termó az, az, csak egy eszközre funkcionál, ő egy termosztát akar lenni. Tehát lényegében egy virtuális termosztátot hozunk létre. Itt a stúdióban is használjuk ezt az appot, és ezt most be fogom nektek mutatni. Két zónánk van itt a stúdióban, van egyrészt maga a stúdió, másrészt pedig van a mellékhelyiség. És mindenhol vannak ilyen elektromos radiátorok, és ezt akartuk megoldani, hogy a helyiségekben elhelyezett szenzorok alapján ö, működjön a hőmérséklet kezelés, a, a, a fűtés kezelése a stúdióban és a mellékhelyiségben, és ezt a v appal nagyon könnyen meg tudtuk csinálni. Hogy is működik ez az app? Egész egyszerűen letelepítjük a home központunkra, és utána, amikor létrehozunk egy eszközt, meg is tudom nektek mutatni. Egy V-termó nevű eszközt létrehozunk. Kiválasztjuk, lepipáljuk, és lényegében megjelent ez az eszközünk. Láthatjátok, hogy ebben az állapotban jön fel először. Beállíthatunk neki hőmérsékletet, hogy mettől meddig, hát mint egy klasszikus termosztátnál. 4 fok és 35 fok között állítható. Viszont azt is láthatjátok, hogy nincsen jelenlegi hőmérséklet, amit kielezne, tehát csak a setpointot tudjuk jelenleg állítani, és ez azért van, mert abba a zónába, ahova bekerült, nincsen hőmérséklet szenzor. Az app működése viszonylag egyszerű. Ha egy zónába van hőmérséklet mérésre alkalmas szenzorunk, és a szenzor device classban is van, akkor abban a pillanatban abból fogja ő olvasni az aktuális hőmérsékletet. Ha több is van, akkor beállíthatjuk, hogy a legalacsonyabbat, a legmagasabbat, vagy az összes szenzornak az átlagát vegye alapul, mint aktuális hőmérsékletet, és ehhez képest fogja ő elindítani a fűtést. De mit is indít el? Amennyiben a zónába beteszünk heating device kategóriába sorolt eszközt, azt itt lehet megnézni. Ha van egy egyszerű okos konnektorunk, mint itt, akkor itt lehet beállítani, hogy ez most fűtő, vagy ventilátor, fűtőegység, vagy ventilátor, vagy fény, vagy kávéfőző vagy bármi, amennyiben beállítjuk neki ennek az okos konnektornak, vagy relének, vagy bármi másnak a hitert, mint device class, vagy a what's plugged in, ez van egyébként ideírva, tehát mi van beledugva ugye az okos konnektorba, abban a pillanatban ő azt, tehát a v virtuális termosztát, ezt fogja lényegében kapcsolni ki és be. Ha megnézitek, a stúdió zónában két darab heater elnevezésű eszköz van, ennek be is raktam a radiátor ikont, az egyik egyébként egy shelly okos konnektor, a másik pedig egy merossz okos konnektor. És erről mennek ezek a, erről megy a fűtés lényegében a stúdióban, és Jelenleg azt írja, hogy 22,95 fok van, ami négy szenzor értékéből átlagolt hőmérséklet. Van bent most jelenleg két levegőminőség szenzorunk, láthatjátok, ez például 23,2, ez a másik, ez 23,1. Van egy nyitásérzékelő szenzorunk, ami az ajtón van, ebből a dugánsz kevesebbet mutat, ez csak 21,8-at mutat, de van egy mozgásérzékelőnk, aki pedig 23,7-et mutat. Na ezeknek az átlaga a v termó szerint 22,95. És amikor ez az átlagolt hőmérséklet alá esik a beállított setpointnak, tehát a 23,5-nek, akkor fűt, jelenleg fűt. Amikor fölé esik, akkor tulajdonképpen kikapcsolja magát. Ugyanúgy kezel hiszterézist, mint bármelyik más termosztát, és, és kvázi láthatjátok, hogy nagyjából konfigurálni sem kell. Mit lehet mégis beállítani, Már elég sok mindent lehet? Hát egyrészt azt, hogy a, te, a hőmérséklet kalkuláció az, az hogyan működjön, az average, a minimum, maximum, a legújabb, vagy manuális legyen. Tehát csinálhatja azt, hogy a legutoljára, a legfrissebb szenzoradat, ami bármelyiktől bejön, az alapján működik. Ez nem lenne túl jó ebben a felállásban. Nálunk az average az, ami jó. És itt lehet beállítani azt is, hogy csak a saját zónájából vegyen figyelembe te, ö, szenzoradatokat, vagy akár a szülő zónából, a vagy zónból, a abból a zónából, ami egy szinttel fölötte van, abból is vegyen. És le, vegyen-e termosztátokból, vagy csak szenzorokból, vagy esetleg más eszközökből. Mert, mint tudjátok, például egy Shelly modulban is, meg egyéb kubino modulokban is lehet e, hőmérséklet szenzor, és azt is figyelembe tudná venni, de hát azért ez csúnyán eltolná, mert egy Shelly modul jellemzően ilyen 50 és 60 fok között mozog, az elég csúnyán eltolná az átlagot, nem lenne túl reális, ezt éppen nem kapcsoljuk be. A lényeg, a lényeg, hogy elég mélyen beállítható a dolog, nem csak heater kategóriájú eszközöket tudunk egyébként működése bírni vele, hanem termosztát típusú eszközöket is, és itt is lényegében még be tudjuk állítani azt egyen lejjebb, hogy a célhőmérsékletet tudjuk egyrészt offsetelni, tehát hogy eltolni a valós értéktől, a valós értéket eltolni valamennyivel, be lehet állítani, hogy mi legyen a minimum és a maximum hőmérséklet, ami beállítható egyáltalán a termosztáton, a cél hőmérsékletnek az állapotait, hogy ez most fél vagy egy fokonként legyen állítható, és még jó pár egyéb dolgot, nem mennék bele részletesen, nem nagyon kell ezt beállítani azért az egyértelmű, olyan konnektort vagy áramkapcsolást, amit heater kategóriába teszünk, olyan szenzortól, amit a zónába beteszünk, adatokat kapunk és, adatokat, és parancsokat küldünk, és ezt helyettünk flow-kat se kell programozni, egész egyszerűen berakjuk a vételmót és működni fog nekünk. Röviden ez ennyi, köszönjük, hogy velünk tartottatok, következő részekben meglátjuk, milyen Virtual Devices appokat mutatunk még be nektek. Sziasztok!